Üdv mindenkinek, illetve a Flame Break üdvözöl mindenkit. Szerintem elég egyértelmű volt mindannyiótok számára, hogy ebből lesz sorozat valamilyen formában mindenképpen. Nagyon tetszik a játék. Még mindig nem tartok ott, hogy okosan tudjam kommentálni, miközben játszom, de talán érdekes lehet még az is, amikor nem teljesen tudom, mit csinálok. Isaacben már akkor kezdtem el játszani, amikor már nagyon képben voltam mindennel. Választhatunk különböző kiváló lehetőségek közül, ami a történetet illeti, vagy a végjátszásokat illeti. Egész jól haladok. Kíváncsi vagyok a nehéz módban az összes... erre majd visszatérünk, ha eljutunk odáig, talán inkább nem spoilerezném el nektek, ha még nem tudjátok, hogy mi vár ránk. Minden esetre unlockoltunk többek közt emellett az óriást is, de a Fairy az, akivel most játszani fogunk, akinek a különleges képesség az, hogy teleportál, és azonnal elteleportál máshová. Neki most számszerűje van, ugye a fegyverek és a kasztok véletlenszerűek, vagy a képességek is, a kasztoknak a kaszt képessége nem véletlenszerű, de ő most megkapta a Flame Wave-et és a Meteor Strike-ot. A Meteor Strike egy későbbi unlock, és elég jó tud lenni, az elején még szar, de a felfejlesztett nevetséges. Így néz ki a Flame Wave, így néz ki a Meteor Strike. Strike-olnak a meteorok. És az instant teleport elég hasznos tud lenni, mondanom sem kell. És kicsit agresszív stratégiával próbálkozom így az első szinten, ami kicsit megnehezíti a saját életemet, és egyel többször mondtam azt, hogy kicsit, mint ahányszor szerettem volna, miközben ezeket az embereket szépen szét lövöldözöm, meg bombázom, meg szét mindenezem. Tudnélik, ha az első szintet teljesen túlélem, van elég aranyom, hogy a második szinten már a jó boltokból, értsd a kovácstól, az ékszerésztől, a bölcsembertől és hasonlóktól vásároljak, nem pedig itt az első szint szarboltjában, úgyhogy én most spórolok. Te ne teleportálgassál össze-vissza, összekevertem a két figurát, azért lőttem rossz irányba. Még a két képességet, azért dobtam le a meteort a Flame Wave helyett. Meg azért teleportáltam most oda, ahelyett, hogy meteor toptam volna a fejére, te jó ég, ez még egy kicsit problémás. Viszont ez a taktika, amit most szeretnék megvalósítani, nem olyan egyszerű. Dur. Még most két másodpercig, ha megúszom, hogy eltaláljanak, igen, el tudok teleportálni. Csodálatos. Szóval igen, ezeket az első szinteket igazából már tudom abszolválni, anélkül, hogy eltaláljanak. Egyel több helyre, ha más sorrendet választok, még egy plusz helyre el tudtam volna menni, nem mindegy. Teleport. Megint nem ártana egy teleport, úgy érzem. Súgy. Vagy teljesen mindegy, mert megoldom teleport nélkül is. Jó, ez jó érzés, hogy meg tudom oldani teleport nélkül is. Nyilván nézzük meg a boltot, de nem fogunk vásárolni semmit. Illetve de vásárolnánk, hogyha... ez a spyglass-eket hasznosabbá teszi. Ami megmutatja a térkép különböző részeit. De azt hiszem, nekem kelleni fog az arany, és úgysem az a probléma most, hogy nem látok eleget, hanem azt, hogy csak egy helyre tudok teleportálni. Úgyhogy érdemes lett volna talán bevállalni ezeket a helyeket a Warp Stone-ért és hasonlókért. Mit próbálok most csinálni, ezt ígérem, el fogom nektek magyarázni a következő szinten. Cassia. Nem a legegyszerűbb boss, a legegyszerűbb az a kalapácsos Minotauros. Igazából ő sem olyan vészes, azt hiszem. Az a rossz szokás, hogy teleportálgat össze-vissza. Meg, vagy ilyen formán megnehezíti a közlekedést a térképen. Már megint véletlenül a teleport gombot nyomtam. És ezért beleteleportáltam a kis lövedékébe. Te elszaladtál a meteor előre, lesz csalás. Neki mondta, hogy neked ilyet lehet. Aj, már meg annyit bénázok, köszönöm. Szóval van 330 aranyunk, szintet léptünk, kapok-e valamit a 11-es szinten, új képesség, ciklon. Izgalmas. Későbbi végigjátszásoknál látni fogjuk. Szóval be fogunk menni a boltba, ahol egy ilyet megveszek, meg a sajtot, mert sajnos veszítettem némi életerőt, és most körbenézünk. Szóval itt a kovács, itt az ékszerész. Szerintem... ott a bazár. A bazárhoz majd elteleportálunk, azt hiszem annyi időm, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 lépésre biztos, hogy nincs időm, ugye ahogy közeleg az árnyék, de itt szeretnék egy full setet összeszedni majd, ez most a célunk.
Mivel szintet léptem a játékban, a templomban található ilyen kis oltárok már most így néha véletlenszerűen megjelennek. Ha én ezt nem verem szét, akkor ez az Isten engem picit szeretni fog, ami hasznos. Ezek muskétások, tehát nem fognak mozogni, tehát őket azonnal le fogom tudni meteorozni. Célozzatok be, megszívtátok, mert elteleportálok. Ezt nem ebben a sorrendben szerettem volna megvalósítani, de hát ha már így jártunk, vigyázzunk a... Szépen sarokba szorítottam saját magamat, ez nem egy jó taktika, nem ajánlom senkinek. Saját magadat sarokba szorítani, se szarokba sorítani, ha már itt vagyunk, az sem egy, ha már itt tartunk, az sem különösebben jó dolog. Jó, plusz 3. Ez még semmi, 10-ig kell lejutni, hogy adjon valami kis bónuszt, de... Itt a körünk itt megvenni. Most a Berserk körre rájöttem, hogy annyira nem rossz. Csak az a baj, hogy ezzel a fegyverrel nem olyan evidens. Desolator, kritikus támadások, Bolt Thrower. Ha, nem is tudom, melyiket lenne érdemes választani. Itt talán azért fogom ezt, mert... Talán azért fogom ezt, mert szerencsétlen kis elfnek nincs, vagy Ferrynek nincs sok életereje alapjáraton. Kritikus támadás annyira nem szexi, de hát ez van. Itt szerzünk plusz aranyat, ide jövünk, oda megyünk, még mindig sehol sincs az árnyék, ami jól ír. Mini boss, ez egy paraszt, aki a köveket dobálja. Ő vele, mint rendes boss is elég sokszor meg szokott gyűlni a bajom. De állandóan stunol, elkábít a kőtömb, amennyiben esetleg el talál. Jelenleg így, aha, és így nagyon nehéz kihátrálni, bár nem tudom miért próbáltam kihátrálni, amikor volt teleportom. Gyerünk, köszönöm. Sajnos alig van életerőm, ami nem jó jel, mivel nincs bolt a közelben, lehet kénytelen leszek elhasználni az egyetlen kis healing potionemet. Na, itt van 55-ért ennek a következő eleme. És mivel ilyen sok aranyom van, azt hiszem... Meg tudok venni ezek közül még egyet, Skillmastery plusz 20. Warpstone-nal 3 mezőt tudok majd venni, még most is csak közeleg az árnyék, tehát igazából belefér 1-2 és egy Warpstone. Csak addig ne halljunk meg, ami nem lesz olyan egyszerű. Ha, elhasználjam ezt most? Azért elhasználom most. A boss ellen szeretnék teljes életerővel menni, úgyhogy kockáztatunk. Szerencsére most csak goblinokat kell ölni, ami elég egyszerű. A pici goblinokat elég csak meglőni és elszaladnak, a nagyobb goblinokat ténylegesen ki kell nyírni. Menj innen. Te is menj innen. Te is menj innen. Van egy jutalom unlock achievement azért, hogyha az összes goblin sikeresen megölöd, ami elég extrém, tehát az nagyon sokat kellene tudni sebezni egyszerre. Amit nem tudom, hogy csinálsz, mert volt már rá egyszer esélyem igazából. Na szóval a bazárban elvileg, igen, itt van a Desolator 3. eleme. Plusz 40% aranybevétel, ami nem rossz. Plusz 225 életerő. Ha lenne rá aranyom, megvenném. Úgyhogy itt 60-ért árulnak, az annyira nem bonz, azt hiszem. Szóval közeleg szépen lassan az árnyék. Egy harcot még be kell vállalnunk, azt hiszem meg fogom kockáztatni ezt az egy harcot. Látod, hogy teljes a szettünk. Tehát... ennek következményeképp másodpercenként egyszer a következő támadásunk, vagy fizikai skillünk, amire feltételezem a Meteor Strike áll, kritikus sebzés. Tehát egy nagyjából 1,75-szörösére növeli a sebzésemet, ami nem hangzik rosszul. Ha ezt a harcot túléljük, elhasználjuk a healing potion-t és megöljük a boss-t. De ha én ezt most elhasználom... Jó, nézzük így, hogyha... Ha én most meghalok, akkor semmire nem mentem a healing potion-nál. Ha nem sebződöm, tök mindegy, hogy most használtam el a healing potion-t vagy sem. Ha kicsit sebződöm, úgyhogy pont meghalnék, akkor meg jobb, ha ezt most elhasználom. Ezek ellen talán nem lett volna muszáj.
Aha, 175-öt sebez, 100 helyett a lövedékünk, egészen tetszik. Ezek ellen nem lett volna olyan fontos, azt hiszem a... Ez itt feltámasztja az ellenfeleket mocsok módon, de szerencsére megöltük. Úgy látom még erre a Flame Wave-re is vonatkozik az 1,75-ös bónusz, ami kellemes. És mivel egyébként az árnyék miatt nem érnénk el a boss-t időben, oda teleportálunk, és ez... Ez egy menedzselhető ellenfél. El lehet teleportálni a támadásainak útjából. A probléma vele inkább az, hogy a meteorokat nehéz lesz, ha nehéz lesz betalálni. Mivel ahhoz... Ja, most, hogy eleget sebződött, már ilyen bombákat spawnol mocsok. Áó. Ez nem volt kevés sebzés. Illetve, de igazából az volt, miről beszélek. Második támadás a meteor, maradj ott, francba. Ez a meteorral elég nehéz betalálni ellene. Áú, basszus. Meteor, légy szíves. Most? Igen, jó. És ez egész sokat is sebzett rajta, úgyhogy most remélhetőleg meghal, de még egyszer pofán vág. Nem baj, a küldetést teljesítettük, még mindig életben vagyunk, de megint szükségünk lesz egy boltra. Halarin temploma. Ezt a templomot szétverem, akkor Furár már még mindig elég messze lesz attól, hogy bónuszt adja. Aztán kell egy tárcsövet. Sehol nincs egy bolt a közelben, ami elkeserítő. Ezt nem akarom elhinni. Aha, ott egy bolt, jó van. A második szedből megvan az amulett, tehát ide nincs értelme menni. Ha a második szettel akarok foglalkozni, akkor ide jövök. Egy harcot be kell, hogy vállaljak mindenképp. Tehát akkor akár ide is jöhetek. Biztos, hogy szétverjük az oltárt, mivel gyógyítja az ellenfeleket, és Halarin támogatására nincs szüksége. Vagy nem az ő támogatásában reménykedem, inkább így mondom. Oké, na, ő most haragszik rám, de a többi isten kicsit jobban szeret, hogy a kis riválisokat én itt szigatom. Illetve egyébként a csata során ezek folyamatosan gyógyulnának, ami most szerencsére már innentől kezdve nem fog megtörténni. Szépen lemeteorozzuk őket. Őt le. Flamewave-eljük meg, egyébként is lelövöldözzük. Oké, okay, irány a bolt, akkor elköltök 10 aranyat egy sajtra. Hát ez 40 érték. Ez egy aktív képesség, 40 érték, ilyen zöld látható le van értékelve, iszonyatosan jó. Még szerintem még a healing potions is megveszem. Ugyanis ez kicsit mint az elf képessége, egy pókhálóval leragasztja az ellenfeleket és mozgásképtelenné válnak. Ami nagyon jó a meteorral együtt, ezt ugye mondanom sem kell, tehát hogy most ezt szépen meg tudjátok nézni, hogy itt ragadtak. Dur. Kár, hogy ilyen sok az életerejük, de nem baj. Pókháló plusz meteor, kiváló kombó. És akkor itt remélhetőleg, igen, itt a Tormentor második eleme. Illetve 55-ért szerintem ezt is megveszem, 10%-kal gyorsabban, 10%-kal kevesebb időbe telik, míg újra használtam a képességeimet. Amire szükségem van még az egy bazár és jelentős mennyiségű extra arany. Itt van egy Furár templom, ami nagyszerű, mert én ide fogok jönni. És így akkor, mivel azt az oltárt nem tervezem tönkretenni, te maradj szépen egy helyben, lebombázlak, lelőlek, elteleportálok, lebombázlak, maradj ott, lelángozlak, és most már igazán meghalhatnál, köszönöm, mi meg nem sebződtünk meg. Ide nem jövök, mert 35 aranyjal minek. Csak most az oltár szétverése nélkül kell ezeket az ellenfeleket megölnöm, közben különböző villámcsapások fognak sújtani minket. Amiket el lehet szépen kerülni szerencsére, meg ez nem garantál plusz sebzést az ellenfeleinknek, ami jó. Áú. Sajnos ezek a piros mocskok nem elég, hogy gyors csapásokkal próbálnak minket kinyírni, de még meg is eszik a bordbajtársaikat, és akkor nagyobbak és erősebbek lesznek. Ez egy undorító dolog, ne csináljátok, a kannibalizmus semmilyen kultúrában nem elfogadott tevékenység. Oké, téged lelőttünk. Oké, téged is le fogunk lőni pillanatokon belül. Az oltáron is van egy pókháló. Maradj ott, lebombázunk.
Köszönöm, és akkor így kaptunk plusz 6-ot. Ami azt jelenti, mint látható, hogy, hogy amikor minden egy 500 sebzésenként, amit beviszek, 71 sebező az ellenfeleimen ilyen villámcsapásokkal. Nagyon örülnék, ha találkoznánk egy bolttal majd itt, mert akkor, ó, csodálatos, ennek is örülök. Ez már jobban megy, mint amikor a bemutató videóban próbálkoztam. És úgy, az az achievement, hogy egy végigjátszásban kétszer az összes goblint elkapjam, aki aranyat visz, még egyelőre nem jött össze. Fú, ez sunyi lesz. Na, francba. Jól elrejtették. És ha egyet elhibázok, akkor óhatatlanul elhibázom a következőt is, ezt már észrevettem magam. Jó, és itt egy bolt csodás. Ide jöhetnék, fú, akkor furára kicsit jobban szeretne. Kockáztassunk ennyit? Nem, azt hiszem túl nagy veszély, hogy ott meghalhatok. Vegyünk 3 spyglass-t, ilyen áron simán. A következő pályán rámehetünk a Tormentor set következő elemére, ami nagyszerű, mert ha azt teljesítjük, hogy megszerezzük mindent, azzal jár, hogy mindig amikor megsebzezzük az ellenfeleket, annak a sebzésnek az 50%-a az összes többi ellenfelet, ami a közelében van, eléri. Szóval, ha itt most nem halunk meg, Salvatore ellen, aki ellen szerintem nem fogunk meghalni, de ezt azért ne kiabáljuk el. Salvatore is szintén ez a nagy és ronda kategória. Aki sajnos ráadásul még így hoz magával haverokat is egy bizonyos ponton, hogy legyen kiket megennie. Mocsok. Ember, maradjatok szépen egy helyben. A villámcsapások egészen hasznosnak bizonyulnak, ugye mondanom sem kell. Ha maradj egy helyben és lemeteorozunk, őket szépen lelőjük, vagy levillámozzuk. Ennél kedves abba hagyni ezt? Köszönöm. Ebben a kis barátaidat is lövöm, ne aggódj, őket se hagyjuk ki a műsorszámból. Értem én, hogy velük is foglalkozni kell, mert különben elhanyagoltan éreznék magukat. Teljesen mellé lőttem, az mondjuk kellemetlen. Gyere ilyen közel. Ezt a meteorcsapást elvétettem. Kellemetlen. És maradj egy helyben. Jó, most már nem küld több ellenfelet. Jó, ne találjál. Maradj ott! Elfelejtem, hogy nem teleportálok, pedig lehetne. Maradj ott, maradj ott, maradj ott, haj meg, mondom, haj meg, köszönöm szépen, innentől kezdve pedig már egészen könnyű dolgunk lesz, azt hiszem. De a kis lézerlövő rohadékok vannak olyan kedvesek, hogy általában egy helyben maradnak, és a meteorral elég könnyen le lehet őket lőni, el sem találtak minket, ez nagyszerű fejlemény. Itt egy templom, amit szétverhetünk, és verjük is szét, mert még ha mégis sebződünk, 10 aranyért veszünk egy sajtot, és ezzel kicsit közelebb kerülünk a következő szinthez, amikor ezek a villámcsapások többet sebeznek. Először ezt szeretném szétverni, már csak azért is, hogy nehogy véletlenül ne verjem szét, és megöljem az összes ellenfelet. Egyszer jártam így, és eléggé betett a stratégiámnak. Na, kicsit arrébb, oké, innentől kezdve pedig akkor már tevékenykedhetünk normálisan. Szépen lelövöldözzük őket. Illetve rákényszerítjük, hogy egy helyben maradjanak. Te különösen, mert te megeszted a maradványokat és feléled. Sajnos eltaláltak, ami egy 10 aranyomba kerül, ami annyira nem vészes, de azért igazán kellemetlen, mert elkerülhető lett volna. De itt kaptam 20-at, úgyhogy végül is mindegy. Na, nézzünk körbe. Itt a bazár, csodálatos. 1-2... 3-4-5... Ezt a csatát amúgy is meg kell majd csinálnom, hanem most akkor később, és legalább a sajt hasznosabb lehet, hogyha most esetleg eltalálnának. Itt nyilván nem jelentenek rám közvetlen életveszélyt. A sajtokat meg osszuk be, így boltról-boltra próbálunk túlélni, tehát nem gond, hogy ezek most nem találtak el. Na, óvatosan dobáljál bombákat, nem vagy te bomblobber 5, van a 4-4-es. Itt van a 3-3-as ráadásul. Hogy tudok én elcseszni Hearthstone-nal kapcsolatos poén? Az Aerofell Shield érdekes. Az Apparition Stone teljesen haszontalan, mert azonnal elteleportálna minket. Tehát egy teleportálós képességet ad, ami a Fairy-é konkrétan. Csak a Fairy-é, ha fejlesztjük, még jobb is. Szerintem meg fogom venni a Healing Potion-t, illetve megveszem, illetve megvettem a Healing Potion-t. Ó,
teleportálni akartam, ez nem sikerült. Most már vigyázzunk megint. Mivel már ismételten nem áll rendelkezésünkre a sajt, illetve hát megettük a sajtot. Na, elhúnytál? Jó, te is elhúnytál, tökéletes. És még csak el sem találtak minket, szóval minden jól alakul. Én el fogom használni Dust of Appearance-t most, ami általában a... egyrészt a hegyekben átjárókat tud megmutatni, másrészt a boardwalkban több opciót, és ez most nagyon jó, mert ez a Tormentor's Ring nem is jelent volna meg. Full Earth Saver sem lenne rossz, mert akkor plusz 10. De nem, azt nem fogjuk mindenképpen ezt a Tormentor's Ringet fogjuk megvenni. Mi ez a lila elixir? Lila elixir... kétszer olyan hasznosak, hatékonyak lesznek a különböző skilljeim, de 50%-kal tovább tartnék, újra használ, 50%-kal tovább tartok is visszaszámlálásunk újra használhat őket, akkor a szobrok az istenek plusz pontjait növelik. Nem hiszem, hogy össze tudok szedni 100 aranyat és visszajönni ide. Bár a minibosszal együtt, most hogy így nézegetem, lehet, hogy de... 1, 2, 3... Nem, még ide kell visszajönnöm. De a miniboss, nem, a miniboss nem ad 100 aranyat. Ettől meg csináljuk meg a miniboss-t, ez nem kérdés. Mert hogy értitek, nem szexuális együttlétet szeretnék a minibosszal megoldani, hanem elpusztítani szeretném a rohadékot, de most értitek, és igazából az ő szempontjából nézve nincs önök különbség, mert így is úgy is meg lesz baszva. Maradjál szépen egy helyben, minden finomságot rád dobunk. Meg itt közben... ugye nyilván ő csak bombákat dobálna, tehát nagyon-nagyon könnyű ellenfél lenne, ha a játék valamilyen ilyen területi bónusz kihívást nem nyújtana, ami vagy a... az állandóan megjelenő hullák, vagy a... vagy máskor a különböző tűzcsapdák és hasonlók képében jelentkezik. Ő meghalt, csodálatos, és meg sem sebződtünk, ami nagyszerű. Erre szokjunk rá, és itt van 60 arany, ami sajnos nem 150, 60 nem egyenlő, vagy 113 nem egyenlő 150, és ide visszajönni utána már nem fogunk tudni, mert jön az árny. Akkor ezt a templomot már pedig mégis szétverjük, ugye, hogy... Súgy. Meg voltam róla győződve, hogy eltalálnak, szerencsére nem tették meg. Maradjatok szépen egy helyben, súgy. Teleportálok máshová, maradjatok szépen egy helyben, súgy, az a lángcsapás eléggé haszontalannak bizonyult, óvatosan, tökéletes, mindig egészen jól haladunk. Közelítsük meg a boss-t, ó, már megint kincsvédelem, belelősz és elszalad, őt majd ténylegesen meg kell ölni, belelősz és elszalad. Rádobunk egy meteort, az általában segít. De nem bizonyult elégnek, érdekes módon. Tesz valaki innen. Ti halljatok meg. Nehogy elbakard inni az aranyat, mit csinálsz? Hé, picike, húzz innen. És az utolsó, akit ténylegesen meg kell ölni, tökéletes. És itt egy Führer templom, ami csodálatos, mert ha ezt megvédjük, akkor meg lesz a második szintű Führer's blessingünk. Úgyhogy az oltár szétverése nélkül kell megölnöm ezeket az ellenfeleket, ami egy kicsit nehezebb lesz, csak igazából még több hely, amire figyelnem kell, hogy ne menjek oda. Ezt meg kell különböztetnem a segítő villámcsapásokat az ártóktól, de mire ezt a mondatot befejeztem, már meg is öltem mindenkit, úgyhogy jó. Szóval a Führer most már 70 helyett 130 sebzést garantál, minden egyes villámcsapással, ami nagyszerű. Van egy achievement azért, hogy ezt felvisszük 40-re egyébként. Ez végig nem a Főnix, nem. Ez Empir, aki empirikus tapasztalataimat nézve egy köcsög. Tudni illik, őt magát nem lehet sebezni, csak ezeket a kis hülyéket. De szerencsére ezeket a hülyéket így egy helyben tudjuk tartani. Mert láthatom, már most elfogyott a fél életerőm, tehát kicsit nehéz arra figyelni nála, hogy ne találjon el, miközben a kis barátait próbálom megölni, de iszonyatosan sokat sebzünk, ami egy jó hír. Csak közben próbálj, igen, ezeket elkerülni, ezeket a találatokat, amelyiket eléggé nehéz nekem. Úgyhogy itt most, igen, könnyen lehet, hogy meghalunk. Kár pedig ez jól alakult. De akkor legyen ez a kis
Flame Break, Flame Maker, egyszer megjegyzem a játék neve, és Flame Maker, Flame Vanger, Hearthstone, segítség, Flame Break, Let's Play első része. És ugye, mint tudjátok, március 15-én nagy nemzeti stream, ahol szintén lesz Flame Break, és Flame Break giveaway, a fejlesztő küldött nekem még egy pár extra stream kulcsot, Steam kulcsot, hogy megosszam veletek, úgyhogy ha másért nem, azért lehetek ott a nagy nemzeti streamen, mert valamikor teljesen össze-vissza a nagy nemzeti stream különböző pontjain hopp, kiválasztunk valakit, aki kap egy Flame Break Steam kulcsot, úgyhogy legyetek ott, meg egyébként is nagyszerű móka lesz, és hát természetesen hamarosan még több Flame Break-kel folytatjuk, és hát innen folytatjuk legközelebb.